Sziasztok! Köszöntelek benneteket! Alig haladt el az egyik, már is megérkezett az újabb mediterrán ciklon hazánk térségébe. Dél-délnyugat felől egyre inkább beborítja a felhőzete, illetve csapadékrendszere az országot. Az éjszaka folyamán, illetve holnap napközben is nagy lesz a különbség a keleti, illetve a nyugati országrész között hőmérsékleti, csapadék, illetve szél szempontjából is. A folytatásban pedig eleinte enyhébb légtömegek áramlanak fölénk, majd szerdától újra hűlni kezd az idő. Kontinensünk időjárását a középső részeken ez a nagy kiterjedésű mediterrán ciklon alakítja, felhős, csapadékos időt okoz, jelentős mennyiségű havazást az Alpokban, illetve a Balkánon, de többfelé hull belőle a következő órákban jelentős mennyiségű eső is. Az előttünk álló éjszaka folyamán túlnyomóan borult lesz felettünk az ég, de a Tiszán túlon lehetnek szakadozások a felhőzetben. Többfelé kell csapadékra számítanunk, amelynek formája a Dunántúl nyugati részén havazás lesz, míg az Alföldön esőre, illetve záporra készülhetünk, de kis eséllyel az ég is megdörrenhet. A köztes részen, tehát a Dunántúl keleti felén, illetve a Duna-Tisza közének nagy részén vegyes halmazállapotú csapadékra számíthatunk, eső, illetve havas eső formájában, és a hó-eső határa az éjszaka folyamán picit nyugatabbra tolódik. Az északi szelet a Nyugat-Dunántúlon erős széllökések kísérhetik, míg az ország keleti felében az északkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul, viszont ahol felszakad a felhőzet és egy picit megáll a szél, ott ennél hidegebb is lehet. Holnap napközben a ciklonnak a felhőrendszere, illetve a csapadékrendszere is nyugatabbra tolódik, tehát kelet felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet. A keleti részeken elszórtan lehet eső zápor, míg a Dunántúlnak a nyugati felén végig egész nap havazhat, a köztes részeken pedig továbbra is inkább a vegyes halmazállapotú csapadék lesz a jellemző, de az eső-hó határa a nap folyamán egyre inkább nyugatabbra tolódik. A csapadék pedig délutánra az ország nagy részén megszűnik, de amint mondtam, a Nyugat-Dunántúlon továbbra is havazhat, viszont csak alapvetően kis intenzitással. Az északi szelet a Nyugat-Dunántúlon továbbra is erős széllökések kísérhetik, míg az ország keleti felén az északkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, a melegebb a keleti, északkeleti határ mentén lehet, míg a Dunántúlon 0 és 4 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban a csapadék, illetve a felhőzet egyre inkább az ország délnyugati felére koncentrálódik. Hétfőn még az ország délnyugati felén több felé lehet eső, ugyanis melegedni kezd az idő. Majd kedden már inkább csak az ország délnyugati harmadán számíthatunk esőre, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Szerdára pedig pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, viszont csapadékra már sehol sem kell számítani. Én ezzel szeretném megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és kövessetek bennünket legközelebb is. További jó pihenést kívánok nektek, sziasztok!